azoktól a szekszárdi kerékpárosoktól, akiktől vártuk a jó szereplést a napokban Tamásiban és környékén lezajlott pálya és országúti utánpótlás kerékpáros bajnokságon, nos, hozták a jó eredményeket a szekszárdi klubok képviseletében. Az U13-as korosztályban üstökösként berobbant Mármarosi Alexa pályán 2 aranyal és 1 ezüsttel indított bizonyítvány gyorsaságát. A 200 és 500 méteres állórajtos időfutam versenyen a tamási teknőben nem talált legyőzőre, és 1000 méteren is ezüstérmes lett az OB. Meglepett engem az időeredmény, 200-en az 20 másodperc, 20 és fél másodperc volt, 500-on pedig 50,2. Jött másnap az országúti mezőnyverseny 16 kilométerre számára. Itt már a szekszárdi lány befolyásolhatta, hogy az elmúlt hetekben egy sérülés miatt ki kellett hagynia sok edzést, de ez kevésbé érződött meg teljesítményen. Csak az U13-as nagy riválisa, egy debreceni versenyző tudta őt megelőzni. Azt mondja, nem az erőnléten múlott az esetleges újabb győzelme, hanem azon, hogy egyszerűen nem figyelt kellőképpen. Kicsit elbambultam az utolsó fölfelé, és igazából emiatt volt az, hogy gyakorlatilag az egyetlen esélyem, ami volt, az elment, mert amit ugye a felzárkózásba energiát fektettem, azt már nem a sprintre a végén, hanem a felzárkózásba adtam bele, és akkor így második hely lett. A rövidebb távoknál ott azért nem volt annyi lehetőség a hibázásra, tehát ő azt behúzta, tehát azt jelenti, hogy az ellenfele legalább olyan erős volt, de ő sokkal jobban tudott reagálni a megváltozott körülményekre, és ezért viszont a hosszabb távon már ott kijött az erőkülönbség, és ott a debreceni ellenfele, mind ahogy az időfutam OB-n is meg tudta előzni. Alexa már tanult is a taktikainak mondható hibájából. Az első lánynak a tempóját tartani, és a végén az utolsó ilyen 200 méteren egyet robbantani. A szekszárdi fiú kerékpársport momentán legjobb, legígéretesebb versenyzője, Kis Zsombor, az U14-es korosztály szűkebb élmezőnyébe tartozik, ezt most is bizonyította a Tamásiban zajló országos bajnokságon, ahol a dobogóra kerülésre is esélyes volt. A kiélezett küzdelem végén egy értékes 5. hely jutott neki, amivel pár nappal a verseny után nem igazán volt elégedett, talán ha nem kényszerül sprintre a táv végén. Hát nekem a sprint az amúgy sem nagyon szokott menni. Nagyjából én leghátul mentem, voltak megindulások, de az utolsó emelkedőig semmi komolyabb nem volt. Emelkedőnél volt egy komolyabb megindulás, és akkor az úgy el tudott menni, meg mögötte mentek még, és akkor én egy idő után ott leszakadtam, és akkor meg mentünk utánuk. Volt a Zsombi, azt csinálta, amit kellett. Ő kihozta azt, amit tud. Sajnálatos dolog, hogy egy minimális mozdulaton múlott az ott Tamási előtt, ahogy fölérünk ott a tavak, a halas tavak mellett, ugye ott van az emelkedő, és annak a tetején mentek el ketten, akik valljuk be, úgy ahogy van, erősebbek voltak nálunk. Úgyhogy ők ketten elléptek, a Zsombi ment utánunk egyedül, 1 kilométert körülbelül másfelet, mert a 2 tűz között ragadt, aztán őt is utolérték ugye a többiek, és akkor így a 3. helyére, a bronzéremért ment a tulajdonképpeni mezőnyhajrá, ahol hát az 5. helyet szerezte meg, illetve a mezőnyhajrán a 3., ugye úgy jön ki akkor az 5. hely, és hát így a bronz csata az gyakorlatilag nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. A hegyi OB után ismét egy 5. hely, egy olyan, amiben benne volt a dobogó is. Ismerve a szekszárdi kerékpáros versenyző sokoldalúságát, elszántságát, lehet, hogy a hűnóhajtott bronz már a Békés Csabai nyári kritérium OB-n is meglehet, viszont az érem a Tamási környékén zajló OB-n azért meglett a szekszárdi kerékpáros ese számára. Az edzőbácsi révén Stej Gábor a Masters 2-ben 3. lett, ha tehetné, az elit kategóriában zajló világbajnokságra is felkészülne, ahol, ahogy mondja, igencsak elszabadult a sebesség, és föl kellene kötnie azt a bizonyost. Nyilván a rutinnak köszönhetően azért dobogóra sikerült odaérnem, és tényleg 41-es feletti átlagot mentünk, szóval nem volt lassú tempó. Viszont ugye az elit kategória az megint más, tehát nagyon elszabadultak a lóerők, most már itt a kerékpársportban a legmagasabb szinten.
Amire gondolhatsz, hogy a Master világbajnokság az képbe jött egyébként olyan szinten, hogy nézegettük a kiírást, meg foglalkoztunk vele még a téli időszakban, de ez anyagi kérdés kizárólag. Sajnos ez Ausztriának a távolabbi pontján van, azért van ott egy kőkemény nevezési díj is, és ezt most nem tudjuk bevállalni anyagilag, hogy arra költsünk. Ha lenne erre támogató, akkor nem lenne gond, mert én úgy érzem, hogy erre alkalmas lennék. Érdekes kísérlet lenne, hisz az ismert szexuális versenyzők közül az elmúlt évtizedekre visszatekintve senki sem mérette meg magát komolyabb szinten és hosszabb távon aktív pályája lezárása után a szeniorok között.